Na, Horváth Ákos főigazgató úrunk buktatására írtam múltkor egy néhány oldalas szöveget a KFK-nak, valami évfordulója volt, 70 éves volt, 70, igen, 70 éves volt a KFK. Akkor írtam egy szöveget, a Jéki Laci néhai kollégánk írt egy KFK-i történetet, meg a 2000-es évek elején, talán 2005-ben, 10-ben, ami becsületesen jól okadatolt alapos szöveg, csak hát a háttérinformációkat hát vagy nem akarta, vagy nem akarta bevenni, vagy nem ismerte őket, és én hát próbáltam ezt kicsikét, nem is a tényeket, az atmoszférát érzékeltetve kicsit kiegészíteni. Ezt az odaadom Ákosnak is, ez a történet vége. Nyilván valamelyik számológép ennek valamelyik rekeszében ott van, hát az érdekel, és hajlandó vele 10 perc az olvasóval foglalkozni, az átküldöm neked. Igen, nagy örömmel. És hát rá is tértünk, mert hiszen most arról kérdeznék, hogy kollégák, diákok, hát a jelenlegi főigazgatódat már említettem. Igen. Aki azt hiszem diákod is volt, meg főnököd is most talán. Hát most a legmagasabb főnököm, hát a PhD-t velem csináltam. Igen. Emlékszem rá. Tehát kollégák, diákok, akit te most szeretnél, hogy emlékezzünk rá ők. Hát kérlek szépen. Matus. Nem, csak azt akartam mondani neked, hogy 65 éve dolgozom a KFK-ben, hát azért nagyon sok ember. Ha évi egy diák, ha évi egy kollégát mondasz, mondjuk, akkor már az kollega is volt. Lenne, már az is szörnyű lenne. Nem, hát volt egy-két, hát Matus, aki nagyon-nagyon jó volt. Matus Lajos, aki igen, hát mi is ismerünk és szeretjük. Nagyon-nagyon jó barátom volt. Furcsa kapcsolatban voltunk, de nem, hát kérdezően sokat kaptam tőle. Ilyen műszaki értékű kémikussal nem nagyon találkoztam, mint a... Igen. Ezt a világon mindent meg tud csinálni, építeni, értette. És hát jó vagy, szólt, nem nagyszerű, és nagyon rendes ember volt. Igen. Abból azért nem voltam sok. Hogy nem volt ilyen sok. Nagyon rendes ember nem voltam sok. De egy főnököm volt a Kis István, akinek visszatekintve túl, hogy én is, és nagyon sokat, nagyon-nagyon sokat köszönhetünk föl, nagyon jó pártháttérrel, nagyon-nagyon-nagyon jól óvott itt mindenkit, és segített át sok mindenen. Szóval az, hogy kérdez elején, hogy volt-e hátrányom, volt, nem voltam pártak, hát nem, mert például ott volt a Kis Pistenek hozzá hasonló többen, akik segítőkészek és kollegiálisak voltak. Én elég sokáig egyedül dolgoztam, így közvetlen munkatársaim nem nagyon voltak. Volt a nagyon kedves Róder Magda, aki hál' Istennek még mindig megvan, sokkal idősebb, mint én vagyok, de még mindig megvan. Emlékszem most, hogy mondod, igen. Aki nagyon-nagyon azt kell róla most mondanom, hát egy év után, hogy a naív, meggyőződéses kommunista elveit föladta, amikor tisztességesnek kellett lenni. Mindenekről tisztességes volt. És ezt nem lehet mindenkül elmondani, ugye? Hát később hát volt egy pár, hát volt egy ragyogó néhány év az életemben, amikor Mikos Pajkosi, Nagy Gábor, ezek nagyon tehetséges. Vértes Ákos. Igen. Ezek nagyon-nagyon tehetséges emberek voltak sok. Balázs Laci. Balázs Laci, igen. Balázs Laci nem dolgozott még nagyon sokat együtt. Laci nem dolgozott velem. De hát Mikos Pajkosi, Vértes, ezek jó. Három nagyon tehetséges. Három nagyon tehetséges, nagyon kiváló ember, és rendes emberek is többnyire. De nem akartál, vagy nem lett Schiller iskola. Ugye, bocsánat, hogy így. Nem. Valahogy te, talán ugyanazért, amiért mondtad, hogy
nem vagy szervező, és nem akartad ezeket a tudományos közösségeket sem csinálni. Nem, hát Te inkább voltál magánzó? egyszer a kezembe adta le, hát 4 évig főosztályvezető Igen. voltam, amikor az elég személyes, azt nem tudtam a saját jogomra, vagy nem akartam, hát nem tudtam a saját jogomra fordítani. Hát Igen. ebben az értelemben Igen. nem volt semmi baj belőle. Mások folytatták, ami őket érdekelte. Igen, és emlékszem, jött egy nagyon kiváló kollégám, hogy ő most mit csináljon, hát mondom, Fricikém, hát 30 éve ezt csinálod, hát jobban tudod, mint én, hát hogyan merjem én ezt neked megmondani. Igen. Hanem aztán megmondtam, aztán nem csináltak. Szóval azért... Van egy kedvenc diákod? Tessék? Van egy kedvenc diákod? Na, akivel úgy együtt dolgoztam, és... Például a Pajkusékről jó barátságban vagyok, és nagyon rendes ember, és nem... Sok jót lehet vele beszélgetni. Közös publikáció gyakorlatilag nincsen. Egyszer működően belevett és egy cikkébe, amiben nem kezd kis szerepen volt. Pajkosival és Nagy Gáborral most is rendszeres szakmai kapcsolatban állok. Kemény kérdés, mit tartasz a legjobb tudományos eredményednek? Ne szerint egy légszíves. Még nincsen meg, majd ha meg lesz, megmondom. Na, akkor magyarodj. Ez most nagyon kínos. A legjobb tudományos eredményemnek azt tartom, amit tavaly publikáltam, senkinek a világon nem kell, alig tudtam leközölni. Összefüggés a... Ez nem, ez csak szinte olyan csak, hogy meg kell nézni a számokat. Tulajdonképpen nem kell dolgozni. Évek hajhője és a megfelelő fémnek a standard eljutott potenciálja közt. Ez összefüggés. Lehetne lineáris, meg nem lineáris. Hát lineáris, és pontosan az a meredekség, és pontosan úgy viselkedik, hogy kell. Megmérted? Nem. Minden meg volt nagyra. Meta-analízist csináltál. Hát meg kell nézni a számokat, ezt lehet ilyen szépen is mondani, meg kell nézni a számokat. Igen. Ez örültél neki. Ennek nem örül, senki más nem örül neki. Rögtök azért nem örültek, mert világos, hogy ilyenről még nem hallottak, akkor nem lett jó. Nem, ez egy... A szilárdtest, az ősi kérdés a szilárdtest fizika és a elektrokémia között. Hát kellett kapcsolatnak lenni, hiszen egy szilárdtestet mártuk bele vízbe. Igen. És erre a régeségi válasz az, hogy bizonyára az elektron kilépési munka. Igen. És nem, hanem a egyszerű fémeknek, az SP fémeknek, az alacsony hőmérsékletet, fajhője. De én nem tudom ezt mondani, te nem arra úgy. Bocsánat, itt vagyok. Nem tudom, hol veszített a rokonod. Meg ez komoly munka volt. Igen, ez komoly munka, igen. Örültem, hogy kijött, de úgy látszik, nem fontos, mert... Korábban? Mégis az osztály volt egy sugárkémia. Hát sugár, hát most a sugárkémia az egy... Az is elágodik minden felé. Feleség erőszak, szolgatát erőszak, ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, csak volt. Nézd, amit én mindig szerettem volna, hogy sikerüljön, és nagyon-nagyon ritkán sikerült, hogy valami általánosabb fizikai alapelv alá rendelni azt a jelenséget, igen, amivel foglalkozunk.
valami a legviccesebben sikerült, és én próbáltam aztán tovább is húzni, azt már nem sikerült, hogy a internetnél fluktuációknak milyen szerepe van. Ilyen olyan amolyan elektron folyamatokban. Igen. Ennek sikerült. Néha ennek ahhoz a nagyon-nagyon csekély visszhanghoz képest, tehát általában ki tudtam váltani, ennek kicsit kevésbé volt csekély a visszhangja. Igen. Ilyen érzetre gondolsz vissza? Mennyire érdekelte téged a külső sikerek? Van nekem egy nagyon jó barátom, aki profitai könyvben fejtette ki a sorrendnek a mámorító hatását és irányító erejét. Ezzel senki nem vonhatja ki magát. Igen. Nyilván, hogyha nagyon nagy sikerem lettek volna, akkor jobban örültem volna a sikernek, de nagyon kis sikereim voltak, és főleg ilyen megfogt. Tehát az, hogy egy konferencia azt mondják, hogy igazad van, ez nem kvantifikálható. Hivatkozik száma kvantifikálható, meghívások száma kvantifikálható. Hát nyilván, mert minél előbb van, annál jobban esik neki az élet. Nagyon azért már nem gyötört. Igen. Külön sikerekről nem tudok neked beszámolni. Igen. Na, 54 éves voltál a rendszerváltás idején. Igen, de mit tanultél? Hát arra emlékszem, van egy közös történetünk, részt vettünk egy magánegyetem létrehozásában, nem igen. volt különösebben sikeres. De megismerkedtünk egy pár nagyon kiváló emberrel. Hallgatlak. Tehát 89 rendszerváltás, 90, érte. Igen. 90. Igen. A Lisszaboni tévében néztem a Nagy Imre temetést, mert azokban a hetekben voltunk éppen Lisszabonban. Verában. Igen. Én ezt tulajdonképpen úgy éltem meg, nem, hogy mit vártam, de mit gondoltam, vagy minek örültem. Most ez nagyon nagyképűen hangzik, mert egész életemet időjelbe teszem ezzel. 44. március 19-én, amikor a szüleim elmondják, nekem ez most, ami most jön, az most nem lesz egészen jó, és nagyon nem lesz jó. Tehát 44. márciusától 1989. júniusáig úgy éreztem, hogy egy átmeneti állapotban vagyok. Igen. És 89 nyarán úgy éreztem, hogy az átmeneti állapot megszűnt. Visszatért a normalitásra, amely normalitás nekem 8-9 éves kor még tartod, és nyilván józan fogalmiról nem lehettek. De mégis úgy éreztem, hogy ez egy nagyon hosszú interregnum volt, és most ez egy normális viszonyok között fogok élni. És ez tartott, ha tudjuk, hogy meddig tartott, igen. Még ezt nem is mondanám. Na, akkor mondjad, amit mondanál. Én a jelenleg kialakuló viszonyainkat nem tudom tiszta szívből szeretni. Tiszta szívből tudom nem szeretni. De tudom, hogy nincsen fekete autó, tudom, hogy nincsen cenzúra, rosszabbakról nem is beszélve. Igen. Tehát az életem biztonsága és a szólásszabadsága nincsen. Az életem biztonsága. Tudod értékelni. Tudom értékelni, mert tudom, hogy a... Hogy nézett ki anélkül. Hogy, ahogy mint udvarosan mondta, 50, mennyi voltam? 55 éve, 54 éves volt már rendszer, tehát 10 éves, 9 éves koromtól 54 éves koromig nem ilyen volt. Felfüggesztett élet. Ez felfüggesztett élet volt. Most az egész élet, egész gyerek és felnőtt korom. És most ez nincs. Erre jó lenne, hogyha nem feledkeznétek el. Igen. Robi,
Kicsit a magánegyetem, hogy volt ez? Jó volt dolog? Nem beszélünk róla. Nem, hát jó, hát nem, hát nem lett, csomó. nem lett meg. Hát nem lett meg, nem, hát Nem volt meg az nem, hát az objektív feltétele. hát az objektív, hát a Horváth Ivánnal nem lehet egy jó tanul, szóval Horváth Iván nem egy jó tanul. De hát ott megismerkedtem a Balassával, megismerkedtem a Nádasdival. Rónatassákkal. Tessék? Rónatas. Rónatassal, igen. Meg van még a Rónatas? Jó, tudom, a fia ez egy híres ilyen szociofizikus. Egy szociológus. Hát ez szociológus. Amerikában van. Igen, mert talán valahol leveleztünk, meg jött. Lehet, hogy olyan sorolásról tartott előadást. És... Igen? Róla tartott előadást? Hát én mondtam neki, hogy engem is érdekel a téma. Jó, ez nem tartozik ide. Nem, az nem tekintettem el elfecsérelt időnek, és hát világos, hogy szabálymódon. Balassa nem volt, hogy Balassa az elmohában volt. Volt az nekünk az elmoha, emlékszel. Még nem is halt el teljesen. Elmohát? Most először nem értünk, mert először generációsnak akartuk tartani. Na, most azt csinálj, most azt csinálj. Most is elmoha van, nem? Hát így. Robi, nem tudsz válaszolni. Mire vagy a legbüszkébb? Visszanézve az életedben. Nem készített kérdés. Nem egy előkészített kérdés, hanem őszinte. Lesz egy rosszabb kérdés is. Jó, akkor mondj a rosszabbat. Mit figyeljek el? Mi sajnálsz a legjobban? Máshogy csinálnál? Mire vagy a legbüszkébb, az... Hát erre két dolgot lehet mondani. Az egész életedben? Hát egész értelemben biztosan nem. Ha lenne egy olyan nagy eredmény, hát arra igen, amikor rájöttem arra, hogy vagy megmondtam azt, hogy vagy olyan bátor voltam, hogy nem, ilyen nincs. De befogók négyzetének összege egyenlő az átfogók négyzetének összege. Igen, a igen, fogok. Igen, és ezt már tudom, hogy ezt 3000 év múlva is így fogják idézni, hát igen. Rúgy, mire vagy a legbüszkébb? A legbüszkébb. Most ezt kérdezted? Még egyszer visszakérdezem. Igen. Válaszol pozitívan, nagyon meg tisztelnél vele. Igen, most az, hogy nem utasítom már egyből a kérdést, az tekintse csak a igen. Irányod igen. Érzett, irányodban érzett tiszta emberi barátságnak. Most kezd jól lenni a beszélgetés. Hát nem tudom. Általában nem vagyok büszke ember. Igen, sem is vagy híjú. Azt most megint nem mondanám. Hiúság asszonya neved, mi nem vagyunk híjú. Köszönjük? Hiúság asszonya neved, mi nem vagyunk híjú. Igen. Igen, ez az. De félreértem, hogy egyébként, de hiába valóságot jelent, hogy erőzlek. Azért most kocsi idejében még a hiúság az nem azt jelent, hogy büszkének még a vágcipcám. Hiába valóság. Nézd. Most ilyetten mégis fogok erre válaszolni, akkor hát konkrét választ nem adok, de bizonyos emberi kapcsolatokra, bizonyos pillanatokra, bizonyos emberi kapcsolatok esetén. Ő már ilyen fantasztikus tanár lett, és híresség, ez hol áll a rangsorban? Az nagyon föl, de abban nekem semmi szerepem. Annak nagyon örülök, de abban nekem semmi szerepem.
Hát az nem hiszük, ugye? Abban nekem semmi szerint. Nem, annak írtó örülök, és messze fölülmúlt a minden várakozás, szóval Mariannak kapcsolatban minden várakozásunkat. Mari nem indult nagyon jól, és hihetetlen önépítő szorgalommal kialakította magát jónak, nagyon jónak. Nem, az. Arra Mari nagyon jó lett. Ez legyen az ő büszkesége. Ez ő büszkesége. Nem akarod elvenni. Ez ő büszkesége, ennek én örülök. Ennek én örülök. Mint hogy a húga, akit nem sokkal kevésbé ismernek, egész kiváló tanárnak tartják. Egész kiváló? Egész kiváló tanárnak tartják. Igen. Érdekes módon, hogy középiskolában nagyon szerették a diák, és utána egy-két évvel tanítani középiskolában nem úgy alakult az élete, de nagyon nem szerették. Egyetemen szeretik. Igen. Na, mit csinálnál máshogy, Schiller tanár úr? Egy nagy hibádat, amit csináltál, ez nagyon meg. Fordítsuk meg, igen. Mit nem csinálnék másképp. Ó, igen, hallgatunk. Nem mennék el 56-ban. Szóval épp úgy nem mennék. Szóval, hát a nagy fordulópont az volt nyilván, 57-ben kiment el, kimaradt itt. Igen. Hát egész másképp alakultak az életek. Nem, mindenki pontosan azt a formát futotta ki. Tehát jól tettem, nem mentem el, de nem léptem be, és nem léptem bele a kiszbe. Nem mentem, és nem éppen a kézbe, és ezt is végül lehetett csinálni, anélkül, hogy bármiféle veszélyt kellett volna vállalni, anélkül, hogy nagyobb lemondásokat kellett volna tennem. Lehet-e tudni akkor, hogy nem jönnek vissza a rákos idők? Hát itt maradok, nem lépek be, majd lesz valami, túlélem. Na nem, amikor nem lépek be, akkor az már 58-59, hát az már akkor már lehetett tudni, hogy nem jönnek a rákos idők. Igen. Visszatekintve nem is volt az a messze, már nem időben, a stílusban, de azért fekete autó mégse volt. Igen. Meg recsk. Se volt. Kis tartsami volt. Igen. Egykor rövid ideig volt osztályban, iskolatársam, most meghalt Pomogács Béla, hát ő még megjárta. Nem recsket, mert nem volt, de kis tartsát, mert az volt. 57-58-ban, igen. Azért az nem volt olyan, de... Nem. Tehát nem ment, tehát jól döntöttél, nem mentél el. Azt mondom, hogy nem döntöttem volna másképpen. Igen, nem idősítjük, csak mondjuk, igen. Nem döntenék, visszatekintésre döntenék másképpen. Igen. Pontosan ekkora ember lennék Honoluluban vagy Grazban, mint most Budapesten. Tudod, ezért kár költözni. Nem lett volna más feleségem. Igen. Gyerekeket nem teremtjük, hanem nemzők, azok lesznek, aminek lesznek, az rendesek lettek. Gyerekek, én azt hiszem, ennyi volt az első rész. Azt gondolom, hogy tartsunk egy kicsi szünetet, és a második rész ne legyen több, mint fél óra. Ez lényegében hát nyilván az egy kultúra között is az egész, ami hát valószínűleg a legfantasztikusabb teljesítményed, ahogy én látom. Uram, mennyit beszéltem én itt ma? Elég sokat. Ennyit. Robi, hát itt van egy nagy téma, és attól egy dolgot kérdeznének, hogy mire emlékszem a te alkotásaid között. Nyilván én a szolvatált elektronok elméleti gyakorlatára nem tudok. De hát ott van egy meggyőződésed, hogy nincs két kultúra, mert egy kultúra van, és van egy sereg írásod, szebbé szebbek. Valahogy beszéljünk erről. Hány kultúra van? Hát, mint hogy írásba adtam, hogy csak egy van, most nem tagadhatom, hát ez már végtelen sok van. Pontosan annyi, ahány ember van, arról van szó, hogy megértjük-e egymást. Hát arra azért igyekezni kéne, azért próbálják megérteni. Szóval
az az undor, ahogy egy alkalmazott matematikus és egy igazi teoretikus matematikus egymással beszél, azért az szinte fölmérhetetlen, de egy kicsit arrébb mész, már nem is látod a kettő között a különbséget. Ahogy múltkor én nekem egy elméleti fizikus azt mondta, hogy hát ezzel talán ne foglalkozzam, mert hát ez ugye mégis hát elméleti fizika, és hát ugye én ezt tanultam ugyan, de hát nem az a mélység, és szóval jobb lenne, hogyha orrom tőle fokhagymás lenne. Na most ez még egy szűk szakmán belül van. Amikor igazán messze még egymástól, akkor tulajdonképpen a kölcsös undor az, ami a szakmákat egymás elválasztja. Jól emlékszem, de nyilván jobban ismertetett akkor az ötvös kollégium őskorszakában, hogy a talán a filosz és a dögész. Filosz és a dögész, pontosan. Yeah. Pontosan. És az de egyik oldalról se az hallatott nagyon udvari és megbecsülés. Egy semmi átbeszélés nem volt, ugye? Vagy nagyon-nagyon kevés. Volt. Volt, vagy volt hát, ez? Nem tudom, például egy nagyon-nagyon szép életen át tartó férfi barátság volt a nagyszerű magyar irodalmár Részpali, magyar és francia irodalmár Részpali, és a nagyszerves kémikus Kucsman Árpád között. Igen. De egyszer Részpari azt írta, miután a Kucsman Árpáddal minden héten egyszer találkoztak, és nagyon mély jó barátságban voltak, a Kucsman Kossuth díjat kapott, Részpari megdöbbenten írta, hogy nem tudta, hogy az Árpád ilyen tehetséges. Nyilván arról, amiket igazából arról beszéltek, ami foglalkoztatja őket, de hogy melyik milyen mélységig vagy magasságig jutott el a szakmájába, azt nem, hogy nem értették meg, nem is érdekelte őket, e szerint. Nyugodjanak békében, és mind a kettőn akart. Igen. De hát te lehettél volna bölcsész is. Tehát kettős lelked van. Mindannyian lehettünk volna akármi. Nagyon-nagyon kevés ember az, akinek a múzsa valamit a bölcsébe tesz. Hát olyan ember még nem hiszem, hogy volt, akinek a bölcsébe a múzsa a gondolom, hogy Orbán Szabó egy matematikus meg, nem? Félig megfordítható reakciókat tett, tehát nem volt. Lovász Laci csak matematikus lehetett. Hát őnek ilyen bölcsője volt. Őnek ilyen bölcsője volt. Ilyen van, de ez nagyon-nagyon ritka. Persze. Persze, és hát sok minden más nagy embert is mondhatsz. Lovász nagyon nagy ember. Persze. Körülbelül nagy embernek ez lehet a definíció, aki nem lehetne más, mint ami. Nehéz elképzelni a Arany János hadvezérnek. Vagy Balassa Pétert matematika-fizika tanárnak. Hát a mai viszonyokat tekintve nem olyan nehéz, de úgy, ha az ideál képet, ideálképre gondolsz, akkor igen, jóra gondoltál. Szóval hogy van a te fejedben? Mi írtad meg ezeket a szép történeteket, ahol összekapcsolódik kultúra és tudomány? Hát én egyfül sértett hiúságomban fölkaphanna a fejemet, hogyha nem derül ki a szövegből, akkor kár is volt ezeket megírni, vagy kár volt neked elolvasnod. Ha most szerinted van. Megszeppentem. Ha viszont ezt kicsit udvariasabbra és szerényebbre fogalmazom, hát óhatatlanul, de mert olvas részben ezt, részben azt, hát akkor óhatatlanul összekapcsolódik a fejében bizony problémák. Te ezt kerested, de hát neked ez szándékod, neked erre volt egyrészt észrevetett, másrészt hát nyilvánvalóan, amikor rájöttél, hogy írod ezeket, de nyilván kerested. Hát egy idő után, persze keresett, volt két év, sőt egyszer egy év, aztán két év, amikor a Stár Gyuszinak, aki akkor csodálatosan jó főszerkesztő volt a Természet világának, megérte, hogy minden hónapban szálltuk egy ilyet. Hát tudjuk, akkor amit tudta, a határidő a legjobb múzsa. Határidő a legjobb múzsa, pontosan. Hát ezért nem is lett mindig nagyon jó. Hát van, hogy nem spontán adódott, vagy valami nagyon lényegesnek éreztem valamit, hát persze, mert talál valamit, és akkor leírja.
Azon túl a mai szép irodalomban egyre gyakrabban lógnak bele a természettudományos, vagy műszaki, vagy legalábbis nem tisztán humán természetű problémák. Nem is most eszembe a Pynchon, annak a Pynchon regénynek a címe, azért nem jut eszembe, mert elvédik neszükedve. Egy-két évvel írtam róla, ami hát a lényegében a Maxwell démont muzsikáltatja meg a regényben. Hát ez félreérte, meg tévesen, meg mi. És akkor erről írtam őt, és voltam rendbe rakni. Különösen tekintett arra, hogy ezt a Maxwell-t, akiről írt, úgy hiszem, hogy Szilárd Leó. Ez is össze van már keverve. Ez nem csak a Pynchon keveri össze, hanem nem emlékszem most már regény címére. Ha megkeresed közben, Jóska, akkor jó lesz. Még itt, bocsánat, nem figyeltem hogy arra, hogy mit keressek meg. Pynchon. Ki fognak jönni a magyarra fordított regények, és akkor talán fölsikoltak örömömben, hogy ez az. De ha nem, úgyis jó. Pynchon. Ível vagy mongol? És itt? Ível van, ugye? Pynchon. Nincs senki. Pynchon a history. Mert az is szép teljesítmény tőle, a Pynchonnak a neve eszembe jutott. Gyerek, borzalmas. A nevekkel, számokkal nem, nagyon, nagyon rosszul. Szóval mi az üzenet ebből az egész két kötetből? Egy kultúra van, kész. De miért van az, hogy ezt csak, ugye, ezt csak nagyon kevesen mondják? És van egy, ugye, tudjuk, abból a Snow két kultúra, volt ez a Brockman féle, talán ez Magyarország nem jött be, third culture, harmadik kultúra. Matematika. Nem, volt egy, van egy ilyen New York-i szalon. Akkor ezt meséld nekem, erről nem, hogy nem is hallottam. Csak most lement, belekerültek ebbe a Josh Epstein szexbotrányba, mert ezeket is. Tehát ez a tudományos szerepeknek a kiadója. Jó, rendben, de mi a tétel, amit Fölteszik éve egy kérdést, és akkor válaszolnak filozófusok, művészek, fizikusok, kozmológusok. Na de mit van az arra, és próbál arról. Lényegül is azt mondja, hogy egy kultúra van. John Brockman, most már itt ön egy fiatal ember, szerintem 41-es. És az a fia itt át. Ez mostan nem a beszélgetésnek része. Jó, erről nem, ezről nem, nem. Említettem, de én? Említettem 10 éve. Hát az a gazdagság, amit elárasztott engem 10 éven át, az képtelen tesz engem arra, hogy minden szemét ennek a pincstárnak megőrizzem. Amit ugye Jóska vezeti ezt a videószalont, igen, mert kijött, én azt gondolom, hogy egy kicsit engedjük, hogy kilépjen a technikai személyzet. Az nagyon helyes lenne. Jóska, hogy látod ezt? Te, aki rengeteget beszéltél mind a két kultúrából, hogy emberekkel beszéljünk 10 percet, úgyhogy most te vagy a riporter. Ez hiszem közben. Én vagyok a riporter? Hát te vezeted a beszélgetést. Elvállaló, nagyon szépen köszönöm előre is. Hát én nem vagyok ennyire képzett, hogy ezt a két kultúrát ilyen meg tudjam kritizálni. Én szerintem is összeér a kettő, de én azért kettőnek hívom. Tehát ez a dögész és a filoszok között, ha nem is éles a határ, de azért jól kivehető. Tehát én nem vagyok amellett, hogy egy kultúrának hívjam, hanem vannak átjárások. Hülyeségeket mondom? Nem. Tehát fent lehet tartani azt az első pillanatra érzékelhető tény, hogy legalábbis két külön világ van, ami között átjárnak emberek. Hogy aztán lehet esetleg valami magasabb szinten egyesíteni ezt a kettőt, hát biztos, de nem úgy beszélgetünk. Hát, világos, persze így van.
ha azt tekintet, hogy mit tudunk, vagy mit tudunk csinálni, akkor nem egy van, hanem egy ezred kultúra van, hiszen valami nagyon-nagyon kis dióhéj az, amit az ember ki tud tölteni, és meg tud érteni. Nyilván nem erre gondol az ember, hogy mindenhez értek, hát nem a minden tudó, semmit se tudóról van szó, hanem arról, hogy mennyire vagyok nyitva, és mennyire legyünk nyitva. Mennyire iszonyodjunk attól, hogy... Úgy közben, ahogy mondod, akkor ezt hallgatjuk, igen. Jó. Szóval mennyire iszonyodjuk attól, hogy a másik más tud, és mennyire van bennünk hajlékonyság ahhoz, hogy próbáljuk megérteni a másik szempontját, a másik gondolkodásmódját, hogy lehet valami úgy szép, mint egy differenciál egyenlet, és lehet valami úgy szép, mint egy tájkép, sőt, lehet valami úgy is szép, mint egy filozófiai tétel. Minden lehet szép. Mondjuk, hogyha gondoltam, de a szép fogalmát ki tudjuk terjeszteni az emberi gondolkodás sok területére, akkor sok szép lesz. Sok szépben lesz részünk, az pedig szép. Ez nagyon jól hangzik, nekem is így tetszik, de arról beszéltünk, hogy van ez a dihotómia a két kultúrával, vagy nincs. Hát az jó, ha nincs. És a dihotómiát támadom, illetve én támogatom inkább, mert ténylegesen van, ti meg támadjátok. Ez a dihotómia természetesen van. Egyfelől ennek a egyik vicces megnyilvánulása az, amikor mélységes, mélyen megveti az egyik a másikat. Micsoda támadás az emberi értelem ellen, mondja a csillagászatról Thomas Mann, mert sok nullát kell írni, ha bizonyos egységben fejezi ki a távolságot. A más egységben akkor nem is kell nullát írni, és tizedes pontot kell kitenni. Ezt erről nem beszéltünk. Tehát ez a, meg más felület, most mi, hát persze jó az a táncba, de most mindenki írják az a verseket, hát olcsóbb lesz a tolozabb. Nem lesz olcsóbb. Na, tehát egyfelől ezt a elnézést, hogy az előző példával kapcsolatban mondom a szót, de hát ezt a buta elkülönülést azért jó lenne elfelejteni. Másfelől tudunk egymásnak különböző területeken dolgozó vagy gondolkodó, tudunk egymásnak örömet szerezni. Örömszerzés. Próbáltad néha bölcsész kollégáidat provokálni a Snow kérdésével, hogy tudják-e, hogy mi a termodinamika második főtétele, és nem tudod, hogy milyen válaszokat, nem, hogy hogyan vannak vérig sértve, vagy te hogy mered ezt kérdezni? Nem, soha nem próbáltam, és azt hiszem Lord Snow iránt minden tiszteltem, már elolvastam egy regényét, és a tiszteltemet kicsit csökkentette irányába. Igen. De ez egy rossz kérdés. Nem kell tudniuk. Nem kell. Teljesen fölös is tudni. Ez a világ alapvető törvénye. Azért. Ez csak ránk tartozik? Na gyere, most persze, hogy megfogtál, és persze, hogy így van. Hát bizonyos dolgokat minimális erőképzettséggel is lehet szépnek látni, más dolgokat csak nagyon nagy erőképzettséggel. Azt mondja, valóban nem tettem kötelezővé, ez a nagyon nagy erőképzettséget a világ minden területén megszerezze valaki. Például Ruskinről Ruskinnek, a Tindalnak volt egyszer egy nyílt összegyszal, nem tudom, hogy összetálalkoztak-e, de vadul leveleztek egymásra, meg cikkeket írtak egymásról. Ez. Mind a kettő fölnézett az égre, most kicsit költőjen mondom, és a történet nyilván nem ilyen egyszerű, de... Hát, ha ő itt bele fog szólni. Felhőket láttak. Ruskin számára a felhő, az költői, az a akkor alakuló új brit tájképfestészetnek a
legfontosabb momentuma, nagy cikkek, nagy lelkesedés róla. A Tindal szerint pedig bizonyos hullámok szóródnak, a szóródós szórás a hullámhoz függő, tehát színeket látok. Hát a Ruskin tüzet hányt, mindenféle színű tüzet nyilván, mert ott is szóródott a fény. Hogy hát hogy, hát ezeket a költő dolgokat hogyan lehet ideig alázni, hogy fizika. Mert Tindal még azt is mondta, hogy hát itt rezgésekről van szó. Hát hogy? Hát Tindal professzor számára a rezgés és a hullám az ugyanaz? Igen. Azt szeretném erről kérdezni, hogy találkoztál-e bölcsészekkel, akik elfogadják ezt egy kultúrát? Tudjuk, hogy volt én egy természettudományos költészet, most nem tudom, Juhász Ferenc, tudtam magán gondolni. Somlyó György, ó, bárcsak ismerném a rózsák szögfüggvényeit. Igen, van ilyen. Valamilyen sora, igen. Ez hülyeség, nem? Hogy? Ez hülyeség, nem? Milyen? Ez hülyeség, nem? Igen, hát a fiam biológus és esztéta lett. Értem. Szóval láttál-e bölcsészt, aki... Ez a rossz természettudományos költészet, ez nyilván rossz. Nem. Beleírnak. Nem. Úgy látom a bölcsészt, aki... Érted, hát, aki elláttad, fordítva ugyanazt, amit te. A kémikus kérdés. Vörös Sándor például minden tiltakozás ellen, a Vörösnek van egy-két verse, hogy az derül ki, hogy Babics Mihály. Babics Mihály jól kérdez a matematikus volt. Nem. Hát ritkább. Köszönöm, szóval mi vidékünkön is ritka, aki hajlandó átnézni a másik oldalra. Igen. Nem, hát hogy nem. Azt hiszem, hogy hogy ne, ez egy nagyon szép száros szó volt. Azt remélem, hogy ezt a kultúra dolgot nem fogjuk tudni megoldani, és nem amit tisztünk. Kicsit azért beszélgettünk, és remélem, hogy átjött valami abból a fantasztikus szellemiségből, amelyel Joskát is, engem is évtizedek óta kápráztat. Nagyon köszönöm, hogy alkalmat adtál erre a beszélgetésre. Péter és Zsuzska, nagyon szépen köszönöm, hogy délután nagyon-nagyon megtiszteltetek. Őszintén mondom, hogy nem érdemeltem meg, de logorriás vénember, ha elérte agya kövülésének egy bizony szintjét, bizony szívesen beszél megállás nélkül. Ezt csináltam a jó voltatokból. Köszönöm. Tök jó.